egy abszurd, agresszív és képtelen fellépés európai parlamenti néppárti képviselőtársaim azon szűk csoportja részéről, akik egy ilyen kezdeményezést fogalmaznak meg, hogy politikai büntetést, politikai szankciót, a kizárásban testet öltő büntetést fogalmazzanak meg egy európai parlamenti képviselővel szemben, csak azért, mert világosan kiállt az igaza mellett, mert szabadon megfogalmazta a véleményét. Tehát azt tudom mondani, hogy ez a fellépés, ez az agresszív kezdeményezés, ez ugyanannak az eljárásnak a folytatása, ugyanannak a tervezett eljárásnak a logikáját mutatja meg, amit egyébként jogállamisági mechanizmusnak akarnak hívni. Arról van szó, hogy most a személyemet illetően minden ok nélkül egy durva büntetést akarnak egyesek kiróni rám, a jogállamiságnak füllentett eljárással pedig ugyancsak önkényesen, minden jogi alap nélkül országot, országokat akarnak büntetni. Ez elfogadhatatlan, úgyhogy azt tudom mondani, hogy az Európai Néppárt oly sokat hangoztatott értékeivel ez nem nehezen összeegyeztethető, hanem egyenesen összeegyeztethetetlen. Azt még fontosnak tartom hozzátenni, hogy mindez úgy történik, hogy az Európai Néppárt elnöke tavasszal nyíltan és egyenesen lenácizta a Fidesz elnökét, Magyarország miniszterelnökét. Nem olyan véleményt fogalmazott meg, mint én, aki egy gondolkodásmódot, egy eljárást kritizált, és személyt nem támadtam, mert egyetlen egy politikus társamat sem támadom személyében, hát még nem azokat, akikkel egy politikai családhoz tartozom, hanem egy mechanizmust, egy eljárást, egy elgondolást kritizáltam, és bármennyire is fenyegetnek, bármennyire is zsarolnak, a véleményem mellett továbbra is ki fogok állni. Most tavasszal nem ez történt. Donald Tusk a személyében durván megtámadta az Európai Néppárt egyik tagpártjának az elnökét. Ebben az esetben nem az történt, hogy azok a néppárti képviselőtársaim, akik most ezt a személyemet érintő büntető akciót kezdeményezték, azok szót emeltek volna Tusk vállalhatatlan Orbánt lenácizó kijelentése ellen, hanem még az történt, hogy amikor mi szót emeltünk ez ellen, és azt mondtuk, hogy hát azért hol tartunk, hol élünk, hogy képzelhető ez el, hogy a néppárt elnöke egy ilyen durva, személyeskedő támadást indít egy néppárti tagpárt elnöke ellen, akkor még ránk rontottak a néppárti frakción belül, még minket kértek számon, hogy hogyan is nevezhetjük néven ezt a méltatlan Donald Tusk részéről a Fidesz elnökét ért támadást. Látható, hogy már intézményesen működik a kettős mérce. A néppárt elnöke személyében durván támadhat mindenfajta következmény nélkül egy néppárti tagpárt elnökét, míg az Európai Néppárt egyik képviselője már nem is mondhatja el szabadon a véleményét, mert ha ezt megfogalmazza, akkor politikai büntetés elé néz, akkor egy politikai büntetés kirovásával fenyegetik meg. Szomorú ilyen jelenségekkel szembesülni. Hogyha még többen csatlakoznak ehhez az aláírókhoz, akkor tervezem valamit lépni? Hát én egyrészt azt gondolom, hogy nincs az a fenyegetés és zsarolás, ami kapcsán a személyes álláspontomat, a szabadság és a hazám melletti kiállást jelentő álláspontomat megváltoztatnám. Tehát ne remélje a senki, hogy ilyen vagy ennél még durvább fenyegetés kapcsán majd engedni fogok. 30 évvel ezelőtt a kommunisták Prágában engem bezártak, börtönbe zártak,
most 30 évvel később pedig azért, mert kiállok az igazamért, kiállok a hazám mellett, most éppen kizárni akarnak, de sem az a fenyegetés, sem ez a mostani fenyegetés nem változtatja meg a meggyőződésemet. Másrészt én magam ragaszkodom ahhoz, hogy mindenképpen ejtsünk szót erről a kérdésről. Ejtsünk szót arról a kérdésről, hogy elfogadható-e a néppárton belül az a politikai családon belüli erőszak, hogy valaki nyíltan a véleménynyilvánítása szabadságával élve kritikus álláspontot fogalmaz meg, és ezután olyanok, akik ezzel nem értenek egyet, nem vitáznak vele, hanem egy büntető akciót, egy szankció kirovását kezdeményezik. Ez valóban a nem demokratikus pártok eljárására emlékeztető megoldás. Ez egy olyan megoldás, amit itt Magyarországon például 1990-et megelőzően az állampárt, a kommunista párt alkalmazott. Én nem szeretném, hogyha az Európai Néppárt bármiben is a belső működési rendjét tekintve akár csak egy iciri-picirit is hasonlítana a volt kommunista állampártokra, ahol diplomatikusok ilyenkor mindig úgy fogalmaztak, adminisztratív intézkedéseket alkalmaztak azokkal szemben, akik nem voltak készek mindenfajta kritika nélkül következetesen követni a párt irányvonalát. Az Európai Néppárt egy konzervatív kereszténydemokrata párt, amelyik arra épül, hogy mindenki szabadon megfogalmazhatja a véleményét. Mit gondol a Szájer úrról? Szájer József a történteket követően helyes döntést hozott akkor, amikor lemondott az európai parlamenti képviselői tisztségéről. Az a határozott véleményem, hogy az egyedül helyes döntést hozta. Mi a Európai Néppárt Fideszes és KDNP-s képviselői, a néppárti magyar delegáció tagjai tudomásul vettük Szájer Józsefnek ezt a döntését, mint ahogy tudomásul vettük, hogy megkövette, bocsánatot kért a családjától, a politikai közösségétől és a magyar választópolgároktól. Nem okozott ez kárt a Fidesznek, illetve hogy egyeztethet össze a keresztény értékrenddel? Egyrészt nem akarok véletlenül sem úgy fogalmazni, hogy az ironikusnak tűnjön, de megérne végre egy misét, hogy szót váltsunk végre a nyilvánosság előtt azokról a kérdésekről, hogy amit a Fideszt gyűlölő ellenzéki pártok és a Fideszt gyűlölő baloldali pártok, illetve baloldali politikusok állítanak, hogy mi mit gondolunk, az nem felel meg annak, hogy mik a mi nézeteink. Tehát engedjék meg, hogy tiszta vizet öntsek a pohárba. Ma Magyarországon a Fidesz az a párt, aki nem kíván senkinek a hálószobájába kutakodni, aki mindenkinek meg akarja védeni a személyes élete szabad alakításával kapcsolatos döntését, és a baloldali pártok azok, akik agresszíven a maguk ideológiai meggyőződését életvezetési tanácsokként rá akarják erőltetni olyan magyar polgárokra, akik nem a baloldal ideológiai elképzelései szerint akarnák a személyes életüket élni. Ami a kérdés első részét illeti, semmi meglepőt nem tudok mondani. Ez egy botrány, ez egy olyan botrány, aminek megvan az oka, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen botrány az árt annak a politikai közösségnek, amely politikai közösséghez tartozó közéleti szereplő ennek a botránynak a részese. Szívből jövő volt nyilvánvalóan Szájer Józsefnek a nyilatkozatában az a megfogalmazás, hogy személyes volt az ő hibája, a botrányt jelentő magatartása. Neki kell ezért a felelősséget vállalni, és
azt mondta, hogy ezt ne akarja senki a politikai közösségére, vagy a magyarok széles közösségére kiterjeszteni. De hát ilyenkor már csak így működik a dolog, hogy a politikai ellenfeleink, a baloldal politikai szervezete és vezetői, azok igenis ki akarják terjeszteni ennek a botránynak a hullámait Szájer Józsa személyén túl az ő politikai családjára, politikai családját támogató választópolgárokra. Csak azt tudom mondani, hogy ilyenkor higgadtan, nyugodtan végig kell hallgatni azt az őrjöngő, kárörvendő megjegyzés áradatot, ami ilyenkor elhangzik. Nem most van az ideje, hogy az ezzel kapcsolatos véleményét az ember a nyilvánosság előtt megfogalmazza, hanem most csak annak van itt az ideje, hogy azt megfogalmazzuk, hogy a történtek után Szájer József helyes döntést hozott, az egyedül helyes döntést hozott, és a családjától, a politikai közösségétől és a választóktól való bocsánatkérését pedig tudomásul veszük. Szájer Józsefnek ki kéne lépni a Fideszből, vagy kizárják a Fideszből? Én azt tudom mondani önnek, hogy Szájer József a kérdésében megfogalmazottnál sokkal súlyosabb személyes felelősségvállaló döntést hozott. Ez egy helyes, egy egyedül helyes döntés volt. Megint azt tudom mondani, hogy én értem azokat a indulatos, gyűlölségteli, kárörvendő megnyilatkozásokat, amelyek most megfogalmazódnak. Ezzel kapcsolatban megvan a határozott véleményem, de azt is tudom józan emberként, hogy nem most van itt az ideje, hogy a kárörvendő kórus üvöltözésével, ordibálásával kapcsolatos véleményemet a nyilvánosság előtt megfogalmazzam, majd ennek is eljön a maga ideje.